Asztal és ajtó díszt, bőrtarsóit, új bábokat és még számos a magyar népmesékhez kapcsolódó motívumot készíthettek azok, akik ellátogattak a magházba Tolnán. Az intézményben már hagyomány, hogy a népmese napja alkalmából kézműves foglalkozást szerveznek. Napra, mivel a népmese napja van, ezért olyan kézműves foglalkozással készültünk, ami a népmesei motivumokat takarja. Ezért van például bőrtarsoly, mint a szegény legényt elküldik, és akkor majd a tarsolyába gyűjtögeti a hamubasült pogácsát például. Vannak új bábok, malacka, farkas, akkor a kismalac és a farkast el lehet játszani. Van csempefestés, amire a népi motivumokból királylányt, királyfét lehet festegetni, koronát lehet készíteni, aranyhalat festeni, és ilyesmik. Azért, amit lehet, és nehezebb munkának számított, előre készítünk, kiszabjuk a fő vonalat, és akkor nekik már csak igazából hozzá kell kisebb dekorációs elemeket készíteni. A népmesék által a kicsik nem csak a nyelvet, hanem a magyar ember észjárását is megtanulják mesehallgatás közben. A gyermek a beleélés folyamatában szárnyaló fantáziájával emlékezetébe vési a mese jellegzetes fordulatait, részleteit, melyek később meg is jelennek a beszédében, tevékenységében és kommunikációs helyzeteiben. Emellett a mese szereplőinek viselkedéséből, a mondani valójából fontos erkölcsi fogalmakat tanulnak meg a fiatalok. Évek óta tradicionális rendezvényünk a Magyar Népmese Napja. Ennek a rendezvénynek folyik most éppen itt a lebonyolítása. A Népmese Napja alkalmából idén kiírtunk egy rajzpályázatot, magyar népmesék, magyar népmese jelenetek, figurák témájában. Erre 173 rajz érkezett, ami szerintem egy nagyon szép termés. Ennek volt reggel a megnyitója, ezzel kezdődött a program. És aztán utána Kovács Gábor várta a gyerekeket a Kacor király című népmese zenés feldolgozására, hagyományos népi hangszerek kíséretében, és utána kezdődött el a kézműves foglalkozás, ami szintén a népmeséket dolgozza fel a gyerekek számára, készíthetnek különféle tárgyakat, csempefestés van, varázspálcát készítenek, és kemencés sütéssel fogjuk zárni a programot, arra hamarosan sor kerül, már jó meleg a kemence, várjuk a gyerekeket, hogy hamuba sült pogácsa is készülhessen. A népmese napját első ízben 2005. szeptember 30-án rendezték meg, amely egyébként Benedek Elek születésnapjához köthető. Az esemény célja, hogy a könyvtárosok, az óvonők, a pedagógusok és a mesével foglalkozó szakemberek, a gyerekek és felnőttek ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a magyar, mind más népek meséi felé.